A műsorszám támogatója az új Audi A4. A riói sikereket a Magyar Olimpiai Csapat platina fokozatú szponzora a Telekom támogatja. Telekom. Együtt. Veled. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt az Út Rióba magazin az M4 Sporton. Kenu, vízilabda, vívás, lövészet. Négy sportág, amely négy kiváló olimpiára készülő sportolót takar. Nem is húzom tovább az időt, lássuk, kivel találkozhatnak a mai műsorban. A vasbányai Henrik olimpiai felkészüléséből a görcsösséget mellőzte. A téli alapozás után immár a vízen is gőzerővel készül Rióra. Somfai Péter otthon vajszívű apuka, ám a páston igazi harcos. Álma, hogy egyéniben is indulhasson az olimpián. A 18 éves egri Viktóriára furcsán tekintettek az ellenfelek az Európa-bajnokság előtt, de a kvalifikáció kiarcolása után egészen biztosan nem felejtik el a nevét. Butó Arnold Csaba 33 évesen kezdett el bringázni. Jelenleg saját fejlesztésű kerékpárjával készül a paralimpiára. Saját bevallása szerint is igazi rossz csont gyerek volt, és csak a kitartó munka mellett hamar megérkező kiváló eredményeknek volt köszönhető, hogy élsportoló lett belőle. Vasbányai Henrik mai napig egy különc ember, talán pont ezért találtak egymásra Mike Roberttel. Hát nem voltam jó gyerek, az biztos. Nagyon megfogott ez a tetoválás dolog. Azt hiszem akkor tájt csináltam az első tetoválásomat is, ilyen 16 éves koromban, akkor még elvileg nem volt szabad, és aztán valahogy ez így rám ragad, de hát mindenki azt mondja, hogyha csinálsz egy tetoválást, ott nem tudsz egyszerűen megállni, hanem mész tovább. Persze, folytatódik, majd még azért van rajtam üres hely. Ez az egyetlen ismertető jelem, meg az orrom, meg az orrom. Anyukám kajakozott még a BKV-ba a fiatalabb korában, és miatt még én elkezdtem volna sportolni előtte egy ilyen fél évvel a bátyám elkezdett kajakozni. Semmiképp nem akartam azt csinálni, mint ő, nem voltunk akkoriban jóban, és akkor csak így fel lett dobva a téma, hogy menjek le kenúzni. Nem is tudom, mi az, ami annyira megfogott ebbe az egészbe, hogy tovább csinálja, mint egy hónap, mert előtte bármilyen sportba belekezdtem, az nem tartott tovább ilyen 2-3 hétnél. Meguntam. És egyedül a kenúzás volt az, ami annyira meg tudott fogni, hogy folytassam. És talán szerencsémre korán jöttek az eredmények, mármint hogy úgy viszonylag így. Hamar jöttek a visszajelzések, hogy van valamennyi tehetségem ebben a sportban. Robit ismerem nagyon régóta. A Henrik az ugye egy más kategória. Mert ő akkor volt ifi, amikor nekem felnőtt versenyzőim voltak, és úgy gondolta, amikor a BKV-ban voltak mindenféle gondjai, hogy eljön onnan, aztán itt talált menetéket a KSU-ben. Előző párommal harmadikok lettünk ugyanebben a számban a világbajnokságon. A Henrik mellett szólt a fiatalsága és a technikai plusz, amit ugye a pároshoz, de nem ugyanaz az evezési stílus kell, mint egy egyeshez, teljesen más stílus kell hozzá. Henrikben ez nagyon jól megvan, és igazából ez, hogy betérdeltünk a hajóba, elmentünk egy nagyon rossz körülmények között evezni, hatalmas hullámok, szél volt, és abban is igazából teljesen jól tudtuk hozni. Ez egy keddi napon volt, szombaton meg megnyerjük a szegedi világkupát. Szóval nekünk úgy alakult ki a párosunk, hogy egyből már jól működött. Tamás az tényleg nagyon tudatosan odafigyel arra, hogy ne kerüljünk bele ebbe a monoton munkába, ami a legvégén ilyen átmegy teljesen, legalábbis számomra ilyen letargikus hangulatban leszek így a tél végére. A legfontosabb ilyenkor már, amikor ugye vízre megyünk, hogy a technika, amivel a versenysebességen kell menni, a versenyiramon, az legyen a legtökéletesebb. Ehhez kell hozzá passzolni a fizikális paramétereket, a jó keringéssel, megfelelő gyorsasággal bírjanak, de nagyon fontos az, hogy a technika, főleg a páros technika, az hogyan tudják megvalósítani a vizet. A csapat
ugye nem csak ketten vagyunk, hanem vannak körülöttünk, és ugye nem csak egymással kell foglalkoznunk, nem csak egymással kell beszélgetnünk, meg megosztanunk bármit, hanem a csapat körülöttünk van. Ezért nagyon fontos, hogy legyen az ember mögött egy csapat. Most jöttem rá, hogy mennyire idén. Ide jöttem rá, hogy nagyon-nagyon fontos. Azt hiszem, ez a második ilyen évünk, hogy ez a csapat így együtt van, és szerintem mindenki pozitív hatása van a másikra. Bármilyen edzés van, mindig van egy-egy ember, aki tudja húzni a csapatot. Úgy gondoltam még 2015 nyarán, hogy nagyon fogok izgulni, hogy rá leszek görcsölve, hogy egyszerűen be leszek feszülve, mert olimpia van. Ahhoz képest meg valahogy teljesen az ellenkezője történik a dolognak. Az olimpiai szó az mindenképpen ugye ad egy plusz nyomást a versenyzőkre, de ezt próbáljuk levenni a vállokról. A Robi is, mert ugye ő már rutinos, a saját válláról én is a rolluk, mert gyakorlatilag egy ugyanolyan verseny, mint bármelyik nemzetközi, csak másképp hívják. Most nem érzem azt, hogy sürgetne az idő minket, hogy itt az olimpia augusztusban edzeni kell, mint az állat. Ez nem azt jelenti, hogy nem csinálom, tehát ugyanúgy kőkeményen megcsinálom az edzéseket, csak mellette el tudom magam engedni. Akár a hétköznapokban is, egy délután alatt úgy fel tudok töltődni, hogy nem is tudom. De nem is tudok jó szót mondani erre, de tényleg. Óriási drámában, hatalmas csatában szerezte meg a férfi párbajtőr csapat a vancouveri kvótaszerző világkupán az olimpiai indulás lehetőségét. Most idézzük fel az eseményeket Somfai Péter szemszögéből. Édesapám megmondta, hogy kell a családba kéne egy ember, aki megy az olimpiára, meg kéne egy Nobel-díjas, de a húgom a Nobel-díjas. Én az vagyok az, aki olimpiára szerettem valakit a gyerekkorom óta. Ám ahhoz, hogy mindez megtörténjen, Somfai Péternek igencsak hosszú utat kellett bejárnia. Az MTK-ban kezdtem, és az Álmos ezért érő általános iskolába jártam, ez volt a legközelebb az MTK-hoz, ott volt egy ilyen toborzás, és öttusázót szerettek volna belőlem csinálni, úgyhogy úsztam is előtte, de aztán a vívásnál nagyon jó volt a társaság, és ott megragadtam a vívásnál. Amikor voltak hullámvölgyek benne, hogy nagyon nem szerettem volna, vagy inkább mentem volna focizni a többiekkel, akkor is mindig mondták a szüleim, hogy már pedig edzésre kell menni, nem véletlenül járok oda. Úgyhogy azokban a kritikus időszakokban, amikor szerettem volna mondjuk megszabadulni a vívástól, akkor azért megkaptam hátulról a kellő nyomást ahhoz, hogy folytassam. És utána meg ilyen 14 éves korom körül pedig már nem is volt kérdéses, hogy akarom-e csinálni, mert annyira szerettem. Szerintem nagyon jó dolog érmet kapni, meg nagyon jó ott abban a pár másodpercben, amikor megnyer valamit az ember, de azért az odáig vezető út is nagyon fontos. Az út, amin mész, ahogyan te fogalmazol az út, az mennyit formál rajtad egyébként? Milyen volt a fiatal Somfai Péter, és milyen a mostani? Néha előfordul, hogy még mindig az a fiatal Somfai Péter vagyok, aztán persze ez van, amikor meg kell, hogy változzon, de megpróbálok az maradni, mint aki akkor voltam. Tehát, hogy amikor egy ilyen olimpiában gondolkodik az ember, akkor mindig a gyerekkori álmai jönnek elő. Én a felnőtt pályafutáson gyakorlatilag 2008-ban kezdtem. 20 évesen kiöregettem a junior korosztályból, és a 8 éven keresztül mindig csak edzőpartner voltam, illetve az edzőtáborokba látogattam el, úgyhogy 2009 óta vagyok tagja a válogatottnak, és onnantól kezdve tart végül is ez a felnőtt versenyekre járásom, a felnőtt korosztályon. Mi a különbség egyébként, amikor te partner vagy, és amikor neked adnak partnert? Az, hogy a mostani partnereket így látom, tehát megpróbálom azt, hogy ne csak partnerként kezelni őket, hanem ők azért egyenrangok, hogy ők nem lennének, akkor mi nem tudnánk kivel edzeni. Tehát nagyon-nagyon fontosak azok, hogy akik minket segítenek most még juniorok, és ellátogatnak az edzőtábor, vagy eljönnek a keretedzésre, segítik a mi felkészülésünket, nagyon fontos részét képzik a mi eredményeinknek. Ha ők nem lennének, akkor lehet, hogy mi sem tartanánk itt. A gyermekeid mit érzékelnek egyébként a te pályafutásodból? Hát az, hogy apa sosem nincs otthon. Beleedződnek ők is ebbe, hogy ha apa nincsen otthon, akkor elment versenyre vagy edzőtáborba, de mindig jön utána haza, és akkor viszont sokat van velük. Olyankor kicsit azért én el is kényeztetem őket, mert megpróbálom pótolni a kiesett időt avval, hogy minél minőségibb legyen az az együtt töltött idő, amit esetleg a versenyek miatt elvesztegettem.
a velük töltött időből. Versenyre kijárnak egyébként? Nem annyira jó, hogyha kijönnek, mert azért otthon egy eléggé vajszívű apuka vagyok. Elgyengülök attól teljesen, hogyha meglátom a lányaimat. Éppen ezért az a verseny nem feltétlenül jó, hogyha farkas szemet kell nézem az ellenféllel, akit ott le kell küzdeni a páston, és hogy a kislányom bekiabál hátulról, hogy hajrá apuci, mert az akkor az így, jaj, hát jó, de a következő pillanatban már pedig farkas szemet kell néznem az ellenféllel. Azt soha nem zavart egyébként, hogy a válogatottnál a tartaléknak jelölnek? Ezt hogy lehet megélni egyébként, hiszen ugyanannyi munkát teszel te is bele, mint az, aki pásra lép. Vagy az esetben még többet. Akár. Igen, most én voltam az, aki a kispadon ültem. Nem egy hálás pozíciója a padon ülni és izgulni a többiekért, de annak is megvan a maga lélektan, hogy amikor a kispadon ülök, akkor megpróbálom a többieket búzítani, és amikor ők lejönnek a pástról, akkor megpróbálok egy kicsit hozzátenni, hogy nyugodjanak meg, figyeljenek a következő asszonyra, megpróbálok nekik tanácsot adni, hogy ebből is hozzájáruljak a csapat sikeréhez. A csapatban elért vancouveri világkupa győzelem azt jelentette, hogy a fiúk ott lehetnek a riói olimpián, ami Péternek az első ötkarikás játéka lesz. Nem vagyok már egy fiatal versenyző, és valószínűleg, hogyha ezt most 22 évesen élném meg, akkor szerintem nem lehetne leszedni az égből, és itt röpködnék folyamatosan, hogy majd megyek az olimpiára. Megpróbálok rá minél tudatosabban felkészülni, hogy főleg a versenyre odafigyelni, és nem pedig a körítés, ami az olimpia körül zajlik. Ugye ez egy teljesen felfokozott dolog ez az olimpia, és a Géza és a Bocek is sokat meséltek már róla, hogy a versenyzők, akik ott vannak az olimpián, hogy mennyivel másképpen viselkednek, mint egy sima világkupán, vagy csak egy sima idézőjelben világbajnokságon, mert annyira nagy ez az olimpiai nyomás. Úgyhogy az elkövetkező 5 hónapnak ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy erre majd hogy sikerül mentálisan is fölkészülni. Az olimpiai részvétel azt is jelenti, hogy egyéniben 3 versenyzőnk indulhat Rióban. Ám hogy ki az a 3, még nem dőlt el. Hogyha megadatna az a lehetőség, hogy induljak egyéniben, akkor szeretnék ugyanis, jó, hogy most itt vagyunk Rióban, most kijutottunk. Láttam most, hogy mennyire nehéz kijutni erre az olimpiára. Nem tudhatom, hogy mit hoz a következő olimpiai ciklus, hogy Tokióban ott lehetek-e. És természetesen bármit megadtam volna a verseny előtt, hogy akár csapatban kijussunk, és a legfontosabb volt a csapat kijutás. Viszont ha itt ez a lehetőség, akkor jó lenne, hogyha indulhatnék esetleg egyéniben, és ott is megmérettethetném magamat. Minden sportolónak nyilván egy aranyérem az álma, de a többi éremnek is ugyanolyan fontos jelentősége van. Tehát, hogyha egy olimpián az ember el tudja érni a saját erejéből azt, ami ott megadatik, és amilyen érmet tudunk ott szerezni, az biztos, hogy életünk végig egy csodálatos élmény lesz. Élete első junior Európa-bajnokságán a 4. helyen végzett, aztán élete első felnőtt Európa-bajnokságán riói kvótát lőtt. Ismerkedjünk meg a még csak 18 éves Egri Viktóriával. Mindig azt tapasztaltam, hogy ahhoz, hogy elérd a célodat, nagyon-nagyon sokat kell küzdeni, nagyon sokat kell lerakni az asztalra, és nekem mindig ez volt az elvem, hogy ha küzdesz, akkor meg lesz az eredménye. Eleinte nem vettem komolyan, tehát lejöttem heti 3 alkalommal edzeni, 2-től 4-ig, és utána mentem haza, és inkább a tanulásra fektettem a hangsúlyt, a barátokra. Viszont ahogy elkezdett jobban menni, akkor jött be az, hogy heti 5 alkalom, és sokkal intenzívebben, sokkal jobban kezdtem el edzeni. Olyannyira, hogy élete első junior világbajnokságán a 13. és junior Európa bajnokságán a 4. helyet szerezte meg. Általában, amikor beállok a lőállásba alapverseny előtt, akkor meglepődnek a versenytársaim, akik jobbkezesek, mert ugye szemben állok velük, és van néhány szemkontaktusváltás, hogy én mit csinálok. És az annyira az ő szempontjukból nem pozitív, mert kicsit összezavarja őket. Az én szempontomból nem az, mert én már megszoktam, hogy mindig van egy arc, akit nézhetek,
nekik szokott kicsit zavaró lenni. Van egy kanál, amit még akkor kaptam, amikor elkezdtem lőni. Ez egy sima teáskanál. Még az előző edzőmtől kaptam. És ez a kanál, ez mindig bent van ott a pisztolytokomban. És talán ez is segíti, elősegíti a jó eredményeket. A még két korosztályban is versenyeztethető fiatal sportlövő idén mindhárom válogató versenyt megnyerte. Így edzőjével közösen úgy döntöttek, a felnőttek között indul a győri kvalifikációs Európa-bajnokságon. Péntek este én azt mondtam, meg azt gondoltam, hogy én ezt napot nem szeretném, és hogy ez nekem nagyon sok lesz, és nem leszek rá képes. Viszont akkor ugye a Zsófi, a Csonka Zsófi segített lelki erőt adni. Mit mondott? Azt beszéltük meg, hogy ezen a versenyen én ne úgy álljak be a lőállásba, hogy én most világcsúcsot akarok lőni, és az életem legjobb eredményét akarom elérni, hanem jót lőjek, csak szimplán jót lőjek. Egy olyat, amit tudom, hogy képes vagyok rá. Nem volt onnantól kezdve egy magas szintű elvárás önmagamtól, hanem egyszerűen csak alkotni szerettem volna. Először ugye lelőttem az alaperedményt, ami 385 kör lett, és ez 3 körrel kevesebb, mint az országos csúcs. Én az alapverseny alatt nagyon-nagyon jól éreztem magam a tőlőállásban. Azt éreztem, hogy csinálom, és nem tudnék megállni. Aztán, ahogy kiálltam, akkor az első kérdésem az volt az edzőmhöz, Györgyihöz, hogy hány kvótás van a 8-ban, az első 8-ban. Kiderült, hogy csak 2 vagyunk, akiknek nincsen még kvalifikációjuk, így egy olyan nyugalom szállt meg, hogy most már megvan a célom, és elértem azt, amiért idejöttem, hogy már úgy álltam be a döntőbe, hogy itt már nincsen elvárás. Mennyire néztek furcsán rád, akár az olimpiai bajnok, a világranglista vezető, tudták ki vagy? Amikor ugye döntő előtt az első 8-nak össze kell gyűlni egy helyen, és van utána egy ellenőrzés. És ez alatt az ellenőrzés alatt, voltak szemezések, hogy ki is vagyok én, és nem győztem elkapni a fejemet, hogy hát én is itt vagyok, és nagyon-nagyon jó érzés volt olyan emberekkel egy helyen lenni, egy térben lenni, akiknek már hihetetlen nagy tapasztalatuk van ebben a sportágban. Nem csak Viki volt harcban a kvalifikációért. Nemes Adrián is igen közel állt ahhoz, hogy megszerezze a kvótát. Kicsit megijedtem attól, hogy ehhez ő mit fog szólni, hogy ez így alakult. Leültetek egyébként megbeszélni? Mivel az Európa-bajnokság alatt egy szobában voltunk, ezért eleinte volt egy kis kínos csönd. Viszont utána elkezdtünk beszélgetni erről, hogy én milyen fiatalon szereztem meg, és hogy én ne érezzem magamat rosszul amiatt, mert hogy ő nem szerzett kvótát, mert tudja azt, hogy valami hiányzik, és ezt a valamit hozzá kell raknia ahhoz, hogy Tokióra már meglegyen a kvótája. De elmondtam neki az egyik kedvenc idézetem, az, hogy küzdeni mindig, feladni soha. És ez mindig velem van. Én az olimpiát most éppen annyit tudok róla elképzelni, ahogy bevonulunk, és akkor a megnyitón ott lehetek, mint versenyző, és ez nekem nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezt én átélhetem. És úgy fogom fel, hogy nincsenek elvárások ott. Tehát azzal, hogy én 18 évesen jutottam ki, ezzel szerintem teljesítettem már a szintet, és viszont magamtól elvárom azt, hogy az első 8-ban benne legyek, és az a döntőt jelenti, és a döntőben pedig már bármi történhet.
Buto Arnold Csaba látássérült kerékpárosunk egész biztos ott lesz Rióban, hiszen egy éve megszerezte a kvótát. Ott lesznek tehát az olimpián Garamszegi László társával együtt, mint ahogy ott volt Pekingben is, igaz, akkor még román színekben. Ráadásul most már nem csak a részvétel a célja. Pekingben indultam, megpróbáltam Londonra is. Hát úgy volt, hogy megyünk, de utolsó pillanatban. Ugyanígy, hogy a nemzetnek szerzed a pontokat. Így úgy döntődött, hogy más megy, és akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor én megpróbálom teljesen negyedül és Magyarországon. Hú, hát nem ment egyszerűen, tehát én azt hittem, hogy megvan a magyar állampolgárság. Állok neki és versenyzek, meg is csináltam, de hát egyből diszkvalifikáltak, és ki kellett hagynom 2 évet. A csapatunk vezetője Steiner György által jöttünk mi így össze így a képbe. Az előző pilótájával külön váltak, és aztán kellett valaki, és így rám esett a választás. Nem a megtalálás volt a nehéz, én szerintem, hanem a meggyőzés, hogy igen, ez nem játék, ez véresen komoly harc, és kell egy ember, aki ezt ugyanúgy küzd, mint én. Hát az emberi tényező az a bringán verseny közben főleg, aztán végképp nem számít semmi. Ott a maxon kell menni, mindenki a saját maxán, ugye. Ami a tandemezésnek a lényeg, előre egy profi kell. Tehát, hogyha én tudom, hogy kell bringázni, ő kell megtanuljon tandemezni. A tandemhez abszolút persze neki sokkal jobban értett hozzá, hogy mik azok az apróbb nyuansznyi dolgok, eltérések. De hát azért én a kerékpársportban azért eléggé otthon vagyok, mert edzőként is tevékenykedek, de neki kell általában alkalmazkodni. Tehát ő neki elég sok pilótája volt, és mindegyik más stílusú, mindenki egy picit máshogy kezeli a biciklit, más áttételeket használ, és neki ehhez mindenhez hozzá kell szoknia külön. Technikailag abszolút nem vagyunk elmaradva a fejlettebb országoktól sem. Hát én kerestem meg egy tajvani céget, közösen kifejlesztettük ezt a bringát, és most azért a 70-80% a mezőnek ezzel megy. Itt most belövik teljesen ránk, szabják a kerékpárt. Eddig mentünk, ahogy mentünk, a saját fejünk után, ahogy mi gondoltuk, hogy nekünk jó, és akkor most egy kicsit ilyen tudományosabb módszerekkel beállítják a bringák. Én mikor profi versenyző voltam, akkor is az volt nekem a fő szempont, hogy amit adnak, azzal kell menni. Tehát igazából így nagyon nagy elvárásaim bicikli szempontjából nincs. Én ezt a gyerekeknek is ezt tanítom, hogy igazából aminek 2 kereke van, azzal kell tudni gyorsan menni. Persze ez kicsit azért sarkítva van, de hát jobb, nyilván jobb, hogyha egy jobb technikával megy az ember. Én atlétikával kezdtem. Egy gyerekkoromban rengeteget sportoltam, aztán mikor oda kerültem, hogy lenyugdíjaztak, és na 33 voltam akkor, és elmentem egy országos bajnokságra atlétikában, és második lettem. Megkerestem egy edzőt, és mondtam, hogy ki szeretnék jutni a Athénba. Ez 2002-ben volt. És azt mondja nekem, hogy hát most egy 33 évesen abba hagyják a sprinterek, már rég abba hagyták, nem elkezdik, akkor keres olyan sportot, ahol lehetséges ez, hogy minél tovább csináld, és akkor így jött a kerékpár. Hát én nem képzeltem volna, hogy egy 100 méteres sprinterből leszek egy 100 kilométeres bringás, tehát ez egy hosszú út volt. Túl sokat mozgok elméleti síkon, túl sokat üldögelek és gondolkodok, és ez nem tesz jót. Mint ahogy szerintem senkinek sem tesz jót, úgyhogy egyfajta menekülés, másfelől meg ha csak azért is megmutatom, hogy igenis. Az olimpiáig még rengeteg állomás van, én nekem is, de szerintem Csabinak is azt kell, minél több verseny, és akkor leszünk jó formában Rióban, minél többet versenyzünk addig. A szövetségek, ugye az MPB és az MKS is, illetve a klubunk is mögöttünk áll teljes mellszélességgel, és most erre az évre tényleg gőzerővel januárban beindult a nagy üzem, és most jövünk, megyünk. Azért akarok kijutni, és azt szeretném, hogy eredmény is legyen. Alábbhagyni nem lehet, tehát hogyha a kisebb
a cél, akkor eléri az ember, akkor meg mi van. Tehát távolabb itt, ha nem éri el, akkor is harcolt érte, és ment. Jöhet a játék, a képernyőn már látható a múlt heti nyertes neve és a helyes megfejtése. A mai kérdés, hol szerzett riói kvótát a 18 éves Egri Viktória? Ha megvan a helyes válasz, küldje el nekünk a képernyőn látható e-mail címre péntek délig, és akkor nyerhet egy ilyen gyönyörű könyvet. Helyes megfejtőink között egy a Magyar Olimpiai Bizottság által felajánlott Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2012 című kötetet sorsolunk ki. Ennyi fért az Út Rióba magazin mai adásába, keresenek minket a Facebookon és a weboldalunkon, és persze jövő héten itt az MD Sport képernyőjén. Addig is a viszontlátásra! A riói sikereket a Magyar Olimpiai Csapat platina fokozatú szponzora a Telekom támogatja. Telekom. Együtt. Veled. A műsorszám támogatója az új Audi A4.